Orbán Viktor egy évvel a járvány kitörése után egy fantasztikus propaganda videóban próbálja magyarázni a magyarázhatatlant. Ez az ember az elmúlt egy évben a csőd szélére vezette Magyarországot, össze-vissza intézkednek, fogalmuk sincs, hogy mit kellene csinálni. Ma azt mondta, hogy a 65 év feletteiket, hogyha beoltjuk, akkor kinyithatjuk az országot. Hát jó reggelt kívánok, ezzel kellett volna kezdeni. Már réges-régen az időseketnek meg kellett volna mondani, hogy ha tehetik, akkor ne menjenek a társadalomba, maradjanak otthon, az ellátásukra társadalmi mozgalmat kellett volna szervezni, és hagyni kellett volna, hogy az emberek, akik nem 65 évesek, hanem annál fiatalabbak, éhessék tovább az életüket, és ne anyagilag megnyomorodva és lelkileg megnyomorodva keveredjenek ki ebből a szörnyűséges helyzetből. Orbán Viktor és kormánya gyakorlatilag megbukott, ráadásul a járványhelyzet kellős közepén azt tette velünk, hogy az egészségügyi szakdolgozókat ellehetetleníti, azok tömegével hagyják el a pályát, és most már a kórházakban nincs elég ápoló, és 2-3 órával kiképzett emberekkel gondolják ellátni a szüleinket és a nagyszüleinket. Felháborító, undorító. Követelem, hogy azonnal mondjon le Pintér úr, a belügyminiszter, takarodjon az egészségügyből, és valahogy kezdődjen meg az ország helyreállítása.